Mennyire maradtál hiú? Mennyire vigyázol termetre, arcra? Kéne hiúnak lenni. Na, miért? Hát, mert azért akkor nem így kéne azért még kinézni. Mi, hogy kéne kinézni? Mint Usain Bolt? Hát, nem kéne, hogy ilyen úszógumia legyen az embernek. Ezt minden héten nézed a tükörben, vagy hogy? Dehogy nézem. Ha nézem, akkor nem lenne. Jó, már nézni se kell, hanem látja az ember. Nem, picit jobban kéne vigyázni. De azt mondtad nekem, hogy vigyázol rá. Nagyon kiválogatod a zöldségesnél is mindenhol, mit tesz. Annyiban vigyázok rá, hogy figyelek arra, hogy mit teszem. Minden szakember azt mondja, hogy egyrészt nagyon fontos összetevője, hogy meddig élsz, meg hogy milyen állapotban lesz a tested az idő előre haladtával, hogy elsősorban az az, hogy milyen minőségű ételt eszel. Tehát, hogy minden fontos, hogy ne legyen káros szenvedélyed, hogy mozogjál, minden nagyon fontos, de az, hogy mit eszel, az talán a legfontosabb, és erre próbálok figyelni. Tehát, és szereted az arcodat a tükörben? Kell, hogy mások is szeressék az arcodat? Mennyire kell neked, mint színésznek? Szeressék mások az arcomat. Igen, elég szar lenne, nem szeretnék az arcomat. Nem biztos az arcodat. De ebből élek. Szeretni. Az arcodból? Hát az arcomból is. Mondjuk most, hogy mondod nekem is, amikor focizni szoktam srácokkal, mindig mondják, ezek rendes volt sportolók egyébként, hogy ne rúgjátok pofán a Petit, mert az arcával dolgozik. De tényleg? Hát azért, hogy mondjam, jó, én fontosnak látom azt is, ami itt van bent, remélem mások is, de hát azért mégiscsak fontos az arcod. Meg hogy az ember szerencsés arcot kap, bármi hülyén hangzik, az a pályája elején, az nagyon sokat számít. Hogy nem kell valami ellen dolgoznod, hanem hogy nem azt mondom, hogy én magam egy csodálatos, szimpatikus ember vagyok, de hogy van egy arcod, amire, hogyha ránéznek az emberek, akkor legalább az van bennük, hogy na ez ki. Nem az, hogy jaj, ez ki.